Negyedik fejezet. Mi történt lovagunkkal, amikor eltávozott a fogadóból? Hajnalra járt, amikor Don Quixote elhagyta a fogadót. Lovagáütetése után oly elégedetten, oly vígan, oly boldogan, hogy kitörő öröme lovának hevederét is majdnem szétpattantotta. Mikor azonban házigazdájának jó tanácsai eszébe jutottak, hogy mi mindent vigyen magával, s főleg, hogy ezentúl pénzzel és inggel is ellássa magát, elhatározta, ismét hazamegy, mindezekről gondoskodik, és csatlóst is szerez maga mellé. Egy szomszéd parasztembere számított, aki szegény volt és sok gyermek atya, de igen alkalmas arra, hogy a lovak körül, mint fegyvernök szolgáljon. Erre gondolván Rozinantét faluja irányába fordította, s az állat, mintha megszimatolta volna istálóját, olyan jókedvel iramodott futásnak, hogy a lába is arigérte a földet. Nem haladt még nagyon messzire, midőn a lovag egyszerre olyasmit vett észre, mintha jobb kéz felől az ott elterülő pagony sűrűjéből gyenge jajkiáltások ütnék meg a fülét. Alig hallotta meg a nezt, így szólt magában. Hálát kell adnom az égnek azért a kegyért, hogy így gyorsan alkalmat nyújt hivatásom kötelességeinek teljesítésére, s nemes elhatározásom gyümölcseinek szüreteltetésére. E hang bizonyára valamely szükségben szenvedő férfiúnak, avagy szükségben szenvedő nőnek hangja, aki az én védelmemre és segítségemre szorul. Ezzel Rozinante kantárát megrántva egyenesen a zaj felé tartott. És alig tett néhány lépést, a sűrűségben, midőn az egyik tölgyfánál egy odakötött lovat pillantott meg, a másiknál pedig egy szintén odakötött fiút, lehetett valami 15 éves, és derekáig egészen mezítelen volt. A jajkiáltás a fiú ajkáról hangzott, és pedig nem ok nélkül, mert egy termetes parasztember állt mögötte, és nadrágszíjjal ugyancsak lazsnakolta, minden ütését egy-egy szemrehányással, stanáccsal kísérve. Eképpen. Fogd be a szádat, nyisd ki a szemedet! A fiú pedig így felelt. Uram, soha se teszem többé. A Krisztus kínszenvedésére mondom, soha sem teszem többé. Fogadom, hogy ezután jobban vigyázok a nyájra. Don Quixote látva, mi történik, hangosan kiáltotta. Durva lelkű lovag! Mély illetlen dolog támadni, ha valaki nem védelmezheti magát. Ülj lovadra, fogd a dárdád! Mert csak ugyan volt egy dárda oda támasztva a tölgyhöz, melyhez a lovat kötötték. És én megmutatom, hogy amit cselekszel, gyávaság! A paraszt megfordult, látta, hogy ez a tetőtől talpig fegyverbe öltözött lovag hogyan forgatja dárdáját az ő szeme előtt, már halálfiának hitte magát, s alázatos hangon megszólalt. Ez a fiú, lovagúr, akit büntetek, juhászbojtárom, s ezen a vidéken legelő nyájomat őrzi. De olyan gondatlan, hogy minden nap kevesebb egyel a juhom. És minthogy gondatlanságáért, vagy gazságáért fenyítem, azt mondja, csupa fősvénységből fogom le kialkudott bérét. Pedig Isten és lelkem úgyse, hazudik. Hazudik? Ezt nekem mered szemebe mondani? Alávaló semmire kelő, kiáltotta Don Quixote. A felettünk tündöklő napra esküszöm, mindjárt izzé porrázúzlak ezzel a dárdával. Fizest ki rögtön minden ellentmondás nélkül, mert ha nem, a mindenható Istenre mondom, ebben a pillanatban összetörlek és széttaposlak. Oldozd fel kötelékét azonnal! A paraszt lehorgasztotta fejét, és egy árva szó nélkül kioldá szolgáját, és Don Quixote tüstén megkérdezte. Mennyivel tartozik neki a gazdája? A fiú azt mondta, 9 havi bérével, havonként 7 reáljával. Don Quixote kiszámította az összeget, s úgy találta, hogy 63 reált tesz ki. Megparancsolta a parasztnak, fizesse ki rögtön, ha kedves az élete. A megrémült paraszt fogadkozott a helyre, amelyen állt, és esküjére, pedig semmit sem esküdött, hogy az összeg nem rúg annyira, mert le kell vonni belőle 3 pár csizmát, melyet a fiúnak vett, és egyre állt 2 érvágásért, mert betegsége alkalmával kifizette helyette. Jó, jó, válaszolta Don Quixote. De a csizmát és az érvágást számítsd be az ütlegekbe, hiszen jogtalanul sújtottad. Mert ha ő elszaggatta a csizma bőrét, amelyért te fizettél, te is elszaggattad az ő testének bőrét, és míg vérét betegségében vette a borbély, te egészséges korában vetted. Így hát ezért ő
semmivel sem tartozik néked. Csak az a baj, lovag úr, hogy nincsen pénz nálam, de András jöjjön haza velem, megadom neki az egészet egy fillérig. Én vele menjek? Kérdezte a fiú. Vissza? Várhatja azt? Nem én, uram, eszem ágában sincs, mert ha magunkra maradunk, úgy megnyúz, mint valami szentbertalant. Azt nem fogja cselekedni, felelte Don Quixote. Elég, ha én megparancsolom neki, hogy tartsa tiszteletben rendelésemet, s ha megesküszik a lovagrend törvényére, amelyhez tartozik, szabadon elvesztem. S jót állok, hogy megfizet. De uram, gondolja meg, kegyelmed, mit beszél, szólt a fiú. Hiszen az én gazdám nem lovag, s nem tartozik semmi lovagrendhez. Quintárba való, úgy hívják, a gazdag Gubás Juan. Az mindegy, felelte Don Quixote. A gubások között is lehetnek lovagok, annyival is inkább, hiszen minden ember a maga szerencséjének kovácsa. Az igaz, válaszolt András, de vajon ez az én gazdám minek a kovácsa, mikor lefogja verejtékem és fáradtságom jutalmát? Semmit se fogok le, András öcsém, felelt a paraszt. Te csak jöjj haza, és én esküszöm a világ valamennyi lovagrendjére, megfizetem adósságomat, amint mondtam, az utolsó fillérig, mégpedig kamatostul. A kamat alól fölmentelek, mondta Don Quixote, csak fizest ki reálokban, ezzel én beérem. De vigyázz, hogy úgy tégy, amint megesküdtél, mert ha nem, akkor én is megesküszöm, hogy visszatérek, felkutatlak és megbüntetlek, még ha úgy elrejtőznél is, mint a gyík. S ha tudni akarod, hogy ezt kiparancsolja, hogy annál bizonyosabban teljesíts kötelességet, tudd meg, hogy én a hős Don Quixote de la Mancha vagyok. A sérelmek és jogtalanságok megtorlója. És most Isten velünk, s a kilátásba helyezett büntetés terhe alatt ne feledd ígéreted és esküdet. Ezt mondván sarkantyúba kapta Rozinantét, s rövid idő múlva eltűnt szemük elől. A paraszt egy darabig követte tekintetével, de amidőn látta, hogy az erdő sűrűjén túl van már, és eltűnt, ezekkel a szavakkal fordult újra szolgájához, Andréshoz. Érj csak ide, fiam! Hadd fizessen meg, amivel tartozom, mint a sérelmek megrontója parancsolta. Úgy is legyen, mondta András, s akárhogy, de teljesítse kegyelmed ennek a jó lovagnak parancsolatját, ki ezer esztendeig éljen. Mert ha kegyelmed meg nem fizeti, Szent Rókusra mondom, ami hű és igaz bíró, visszatér, és végrehajtja, amit fogadott. Magam is a mondó vagyok, felelte a paraszt. Mint hogy nagyon szeretlek, gyarapítani akarom az adósságot, hogy gyarapodhasson a fizetés. Így szólván karon ragadta, megint odafordította a tölgyfához, hogy megkötözze, s azután úgy elverte, hogy alig maradt eleven porcikája. Most hívd hát, András fiam, a sérelmek megtorlóját, mondta a paraszt. Majd meglátjuk, hogyan torolja meg ezt. Bár úgy vélem, még most sem tettem eleget, mert szörnyű kedvem volna, hogy elevenen meggyúzzalak, amitől magad is tartottál. Végre azonban mégis feloldozta, s szélnek eresztette, menjen felkeresni bíráját, aki majd végrehajtja a kimondott ítéletet. András kedvetlenül kerekedett útra, váltig esküdözvén, hogy felkeresi a bátor Don Quixote de la Manchát. Elmondja neki pontról pontra, mi történt, s megfizetteti mindezt kétszeresen. Mégis sírva-riva távozott, mi gazdája hahotája kísérte. Éj módon torolta meg a sérelmet, a hős Don Quixote. Ő pedig úgy találta, hogy lovag élete a legszerencsésebben és legnemesebben kezdődött, és mind önmagával, mind a történtekkel teljesen elégedetten már faluja felé járt, miközben így dünnyögött. Minden élők, vagy a földön levő minden szépek, legboldogabbak járnak, mondhatod magad méltán, ó szép Dulcinea del Toboso. Mert a kegyes sors megengedte, hogy minden akaratod és kívánságod hódoló alatt valójául oly hős, oly híres neves lovagot nyerj, amint ő Don Quixote de la Mancha. Most és mindenkor lesz, hisz mind az egész világ tudja, még csak tegnap ütötték lovaggá, s ma már megtorolja a legnagyobb sérelmet és gonoszságot, amelyet a jogtalanság valaha tervezett, és a kegyetlenség végrehajtott. Ma ragadta ki a korbácsot a kegyelmet nem ismerő ellenség kezéből, amit épp ok nélkül fenyítette meg azt a gyenge gyermeket.
Eközben olyan helyre ért, ahol az út négy ágra szakadt. Azonnal a keresztutak jutottak eszébe, ahol a kóbor lovagok meg szokták gondolni, melyikre térjenek. Példájuk szerint néhány pillanatra ő is megállt, és miután a dolgot komolyan megfontolta, nekieresztette Rosinante kantárát, lova akaratára bízván a magáét. A ló pedig ösztönén követve egyenesen istálója felé tartott. Amint Don Quixote így már mintegy két mérföldnyire haladt, egyszerre nagyobb embercsoportot vett észre. Mint utóbb kitűnt, toledói kereskedők voltak, és Murciába igyekeztek sejmet vásárolni. Szám szerint hatan voltak, valamennyien napernyőkkel, mellettük négy szolga lóháton, s még három összvérhajcsár fiú gyalogolt. Alig vette észre őket Don Quixote, már is azt képzelte, megint új kaland vár rá. S minthogy, amennyire csak lehetett, utánozni szerette volna a könyveiben olvasottakat, úgy vélte itt az alkalom, hogy példaképei módján cselekedjék. Bátran, lovagias magatartással, szilárdan elhelyezkedett kengyelében, dárdát szögezett, pajzsával elfötte mellét, s az út közepét elállva bevárta, míg a kóbor lovagok, mert az érkezőket kóbor lovagoknak tartotta, közelibe nem jutottak. Mikor aztán már megláthatták és hallhatták, Don Quixote fölemelte szavát, és parancsoló hangon kiáltotta. Álljon meg az egész világ, ha mind a világ nem vallja, hogy a világon nincs egyetlen egy olyan szép úrhölgy se, mint La Mancha császárnője, a páratlan Dulcinea del Toboso. E szavak hallatára, s a különös szavaló alak látán a kereskedők megálltak, s mind az alak, mind szavai menten világossá tették előttük, hogy csak eszelős beszélhet így. Azonban bővebben is meg akarván tudni, mi végre kívánja tőlük-e vallomást, egyikök, akik igen éles eszű és fölöttébb mókás volt, így szólt. Mi, lovagúr, nem ismerjük azt a nemes hölgyet, akiről szólsz. Mutasd meg hát, s ha valóban olyan szép, amilyennek állítod, mindnyájon kész örömmel, s minden vonakodás nélkül vallani fogjuk, amit tőlünk követelsz. Ha megmutatnám, vetette ellen Don Quixote, mi érdeme lenne, ha olyan általánosan ismert valóságot vallanátok meg? A dolognak éppen az a veleje, hogy látatlanul is higgyétek, valljátok, állítsátok, esküdjetek rá és bizonyítsátok, mert ha nem, akkor velem gyűlik meg a bajotok, kevély és durva népség, ám jöjjetek egyenként, mint a lovagrend törvénye parancsolja, vagy jöjjetek csoportostul, az ilyen csőcseléknek aljas szokása szerint, íme, én várlak és fogadlak, bízván ügyem igazságosságában. Lovagúr, válaszolta a kereskedő, kérem kegyelmedet az itt levő hercegek nevében, ne terhelje kegyelmed a mi lelkiismeretünket olyasminek a vallásával, amit eddig elé soha se láttunk, se nem hallottunk, s annál inkább ne, minthogy ennek nagy kárát valhatnák Alcaráti és Estremadura császár és királynői. Szíveskedjék kegyelmed legalább képmását megmutatni nekünk, ennek az úrhölgynek. Ha csak akkorában is, mint egy búzaszem, hiszen a szárról könnyen lehet következtetni az egész gombolyagra, s minket ez teljesen kielégít és biztosít, kegyelmed pedig megnyugszik, s kívánsága teljesül. Sőt, hiszem, mi már is annyira az önpártján állunk, hogyha képe úgy mutatná is, hogy az egyik szemére kancsal, a másikból pedig cinóber és kénkő csorog, mindenek ellenére kegyelmet kedvéért éppen azt fogjuk mondani, amit csak kíván. Nem csorog, alávaló söpredék, válaszolta Don Quixote lángoló haragra lobbanva. Nem az csorog, mondom, amit állítasz, hanem sejem közt őrzött ámbra és pézsma, s nem is kancsal, se nem púpos, hanem egyenesebb a gorramai orsónál. De te megadod az árát, hogy az én imádott hölgyem szépségét gyaláztad. És ezt mondván szögezett lándzsával rontott neki a szószólónak, és pedig oly düvel és lángharaggal, hogyha Rosinante, amannak jó szerencséjére, az út közepén meg nem botlik és föl nem fordul, a vakmerő kereskedő bizonyára pórul jár. Rosinante azonban megbotlott, gazdáját pedig jó messzire vetette magától. Fel akart ugyan kelni, de a régi fegyverzet súlya, a dárda, a pajzs, a sarkantyú, a sisak annyira akadályozta, hogy semmi módon nem tudott lábra állni. Mégis a felkelés meddő küszködése közepette egyre kiáltozta. Ne szökjetek, gyáva népség, aljas söpredék! Várjatok!
mert nem az én hibámból, hanem a lovam miatt fekszem itt. Az egyik összvérhagycsár, nem valami jóindulatú fickó, halván a szegény földre bukott lovag áradó fenéjázását, meg nem állhatta, hogy bordáinak választ ne adjon. Oda rohant hozzá, fogta a dárdát, s előbb darabokra törvén, egyik darabjával úgy elkezdte páholni, ami Don Quixote-nkat, hogy még a páncélja alatt is egészen puhává porhanyította. Gazdái rá is kiáltottak ugyan, ne verje annyira, s hagyja békén, azonban a fickó már neki melegedett, s nem hagyta abba, még egész mérgét ki nem töltötte. Majd összenyalábolva a dárda többi darabját, forgácsát törte valamennyit a boldogtalanon, de a rázuduló ütészápor nem fogta meg a lovak száját, hanem égre-földre esküdözve fenyegette az utonállókat, mert utonállóknak tartotta őket. A fickó végre kifáradt, a kereskedők pedig tovább indultak. Egész útjukon volt elég beszélni valójuk, a szegény elpáholtról, aki, amint magára maradt, megfordult, s úgy kísérlette meg a felkelést. Hanem, ha erre még épp és egészséges korában sem volt képes, hogy érhetett volna célt most, így összezúzva és szinte félholtra verve. Mégis boldognak mondta magát, mert a bajt úgy tekintette, mint a kóborlovagok életében előforduló balesetet, s mindenért lovabotlását okolta. De föltápászkodni sehogy se bírt, és minden porcikája sajgott.